Ez itt a Mókai Zászlók Sheldon Cooperrel bevezető része. Szuper aszimetria, ez az! Sikerült? Ha eltelik a rádium felezési ideje, 3x10⁸ rádiumatom. Nem, ez a felezési idő szépsége, lehetetlen megmondani, mikor érjük el a nullát. Mint az Old MacDonald, csak ismeretlen számú állatfajjal. Na most mi? Az eleje az még lehet jobb, ilyen kis monotonos. Mi ki van zárva? A Nobel-díj bizottság bármelyik pillanatban telefonálhat, hogy nyertünk. Úgyhogy nincs szükségem más drogra, csak az agyamban már jó előre felgyűlt endorfinra. Nagyon meggyőző a svéd akcentusa. Ez lesz az! Bocsi, kevesebb. Csak majd sértődöttem, te kevesebb. Ezt is ritkán mondták rám. Nagyon meggyőző a svéd akcentusa. Ez lesz az! Mit akarsz, Howard? Még nem! Milyen tea illik ahhoz, ha az ember Nobel-díjat nyer, minden megváltozik körülötte, és úgy érzi, elszakadt a valóságtól? Nincs is Earl Grey, te hazug disznó! Nem érdekel, csináld vissza! Hát nekem nem! Ez egy rémálom! Te hogy jöttél le? Muszáj most egyedül lennem, ne is próbálj követni. Az jó lenne, köszönöm. Igen. Jaj, nagyon hülyék. Játszunk valamit, hogy menjen az idő. Mondjuk, egy számra gondoltam, segítség, egy prím szám köbének a köbe. Miért, van más dolgod? Jó, most kicsit átalakítjuk. Ennyi változás nekem túl sok. Köszönöm. Nobel-díjasok vagyunk! Jaj, de vidám. Igen, szerinted biztos? Gratuláló SMS Mimótól. És az anyukámtól. A húgomtól. A bátyámtól. A bátyám volt nejétől. És a másiktól is. Nem mondták, hogy a Nobel-díj így lemeríti az aksit. Nekem is írt, jól van. Tudod, így belegondolva, most, hogy Nobel-díjasok vagyunk, örökre összeforrt a nevünk. Ugyan már, az csak egy papír. Ez meg egy papír és egy medál. Sikerült. Jogos kérdés, mi van, ha álmodom? Abba lehet egy hangodnak bofotkaszt. Lassabban. Jó. Szabó Máté vagyok. 12 éven keresztül bújhattam Sheldon bőrébe, és ez alatt az idő alatt szeretett kollégáimmal, most már inkább barátaimmal, vagy hívjuk családnak, egy életre szóló utazáson vettünk részt. És akikkel együtt utaztam, álljatok fel, kérlek! Hálmai... Gyorsan egy szövegkorrigáció, bocs. Jó, csak ez így nem értelmes, tehát valahogy át kell írni. Tehát ez alatt az idő alatt, és nincs befejezve a mondat.
ez alatt az idő alatt egy életre szóló utazás volt, az úgy nem jó. Egy életre szóló utazáson vettünk részt, és akikkel együtt utaztam, szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, Szabó Zsejkének, Pálmai Szabolcsnak, Dögei Évának, Karácsonyi Zoltánnak, Mezei Kittinek, és Csőre Gábornak. Remélem, még nagyon sokáig dolgozhatunk együtt. Akkor majd összeállunk egy filmre, mint a Jó barátok. Az de szar volt.